2,783 ezred milliárd forint vissza nem térítendő támogatás az új pécsi vásárcsarnok megépítésére, olvasható ezen a tájékoztató táblán. Csak hogy az építőipari árak emelkedése miatt nem elég ez az összeg a beruházásra, amit még 2017-ben kapott a város. Hát a jó hír az, hogy tegnap döntött a kormány arról, hogy azt a kérést, amit még Páva Zsolt nyújtott be, tavaly nagyjából ilyenkor, kicsit korábban, hogy nemesül 417 millió, 418 millió forintnyi támogatásra a vásárcsarnok megépítéshez még szüksége van a városnak. Ezt most elfogadta tegnap a kormány. Ez nem volt egyszerű, többen kitartóan lobbiztunk ezért. Így nem kell felhasználni ezt az 500 milliós hitelt, amit a mostani városvezetés a forrás pótlására szánt. Erről még nyáron döntöttek a pécsi közgyűlésben. Kőveri János azt mondja, még 2013-ban kezdeményezték az új vásárcsarnok megépítését, hogy a helyi termelők értékesítési lehetőséghez jussanak. Szeretné, ha ez maradna a cél. Most már ezt az új városvezetésnek kell majd abban a szellemben segíteni, ahogy ezt mi elindítottuk, nevesül, hogy ne kereskedők lepjék majd el, hanem valóban a helyi terméket előállító gazdák árusíthassanak, és a benne kialakítandó bolt, illetve vegyesbolt, illetve vendéglátóegységekben is a helyi termékeket használják. Ez volt az eredeti szándék, ezért épül, és remélem, hogy a mostani városvezetés is ehhez tartja magát. A politikus elmondta még, szerinte nem igaz, hogy a kormány nem támogatja Pécset. Ez a plusz forrás is jó példa erre. A vásárcsarnok ügyében szerdán lesz lehetőségünk kérdezni az alpolgármestert. A Városháza kiadott közleménye szerint Pécs önkormányzata üdvözli a kormány döntését, amellyel véleményük szerint korrekt szakmai lépést tett annak érdekében, hogy az új vásárcsarnok biztosan megvalósuljon.